Jó estét kívánok mindenkinek, és boldog új évet is egyúttal. Ez ugye a Mobil Arena TV 2013-as első, azaz első adása. Egymagam vagyok a stúdióban, de ez nem rettent vissza attól, hogy megkérdezzem, hogy akik a képernyők másik oldalán ülnek, ők vajon hallanak, illetve látnak-e engem, és ezt azonnal meg is nézem, hogy a fórumban van-e visszajelzés, és egyből 3-an, 4-en, 5-en beírták, hogy minden rendben. Ez örülök, mert itt is minden rendben, legalábbis olyan tekintetben, hogy végre megint van egy klasszikus értelmevet Mobil Arena TV adás, ami azt jelenti, hogy egy darab telefont szeretnénk bemutatni, de most csak én képviselem magunkat. Ez pedig nem más, mint a HTC One SV, ami nevéből fogadóan lehetne akár a One S, lehetne akár a One V valamilyen mutáció is. Egyikről sincsen szó, ez egy különálló modell, ami inkább az S-re emlékeztet, de annál sok szempontból kevesebbet, más szempontból pedig többet tud. Árban viszont körülbelül ugyanott van, ahol a One S-t lehet kapni. Egy picit alatta nyitott most ugye a GSM bolti árlistákat tekintgetem. Ez most olyan 90 és 100 között van függetlenül a piacon. Nyilván ez fog még lefelé menni, és ez jót is fog tenni egyébként ennek a készüléknek, mert most igazából házon belül van a legnagyobb ellenfele, a One S, és hát ilyen szempontból azért valami más kell mutatni ennek a telefonnak, hogy egyáltalán legyen rá igény, és ebben tud is nagyon sok mindent ez az eszköz, amitől ez tényleg más, mint amire esetleg a One S képes. Ami a legfontosabb, két dolog van, ami fontos a készülék kapcsán. Egyrészt ez másképp néz ki, nem sok a különbség, de azért van. A másik, ami sokkal fontosabb, és rajta is van a készülék hátulján, bár nem tudom mennyire látszik így a kamerával, hogyha bemutatom, hogy alul az van ráírva, hogy 4G LTE, ami hát nem véletlenül került rá, hanem ez azt jelenti, hogy LTE hálózatokon is működőképes a készülék. Ez ugye manapság még elég ritka, hiszen Magyarországon kevés ilyen eszköz van a forgalomban, tudjuk említeni a Petfont, és tudunk említeni két Samsung terméket, a Galaxy S3-nak van LTE-s verziója, illetve a Note 2-nek van LTE-s verziója, valamint most már ugye itt van a HTC is. Ami hozzánk eljutott példány, és azt már most az elején szeretném leszögezni, ez egy nagyon friss dolog, hiszen igazából idén akarták piacra dobni ténylegesen, mi viszont már tavaly megkaptuk év végén, ezért aztán ez még nem tud magyarul ez a verzió, ez inkább az ázsiai piacra készült verziónak egy picit módosított változata, tehát az európai verzió első darabja, hogyha úgy tetszik, ez ilyen sample modell valamelyest, de teljes értékű, abszolút jól működik, csak annyi, hogy nincs benne magyar nyelv, illetve van rajta egy-két olyan szoftver, ami hát valószínűleg nem lesz rajta majd a magyar verzión, ilyen például a kínai angol szótár, amelynek így Magyarországon a hétköznapi életben viszonylag kevés hasznát veszük, ha csak nem kalandozunk a Sárkány Center felé, de ez szerintem egy HTC One SV-vel meglehetősen ritka dolog. Minden esetre ezt úgyis utólag le lehet tölteni, ha valaki akarja. Ezen rajta van, gondolom, hogy más extra meglepetés nem lesz majd a magyar verziókban sem, vagy az Európában szánt verziókban sem, tehát igazából majdnem, hogy ugyanazt fogom most bemutatni, mint amit meg lehet vásárolni, és hát ugye minden paraméterben egyébként hardveresen, tudásban megegyezik a nálunk levő darab azzal, amit majd a boltban lehet megvásárolni. No, azt mondja, hogy a HTC tajvani gyártó, ezt nem gondolom sokan tudjátok, hogy tajvani, azt is nyilván sokan tudjátok, hogy Tajvan az egy kicsit Kína, de inkább nem. Tajvan 24 milliós ország, és ebben a 24 milliós országban nagyon durva elektronikai ipar fejlődött ki az elmúlt pár évtizedben, ez mondjuk így kettő, ez a pár évtized, abból is az utolsó évtized az, ami igazán számít, hiszen nem csak a HTC tajvani szék, hanem mondjuk az Asus és az Acer is, hogy csak a legnagyobbakat említsem, de van még számos tajvani vállalat, aki belpiacra gyárt elektronikai termékeket, akkora TV gyáruk van például a fővárosban, hogy külön buszmegállót neveztek el róla, ez ugye nálunk is volt, egy Richter Gedeon tudnám mondani, mint olyan nagy gyárat, ahol Budapesten is van buszmegálló, ez egy komoly, komoly dolog ott, és nagyon büszkék is rá a tajvaniak, hogy ők a világ élvonalába tartoznak mobil termékek tekintetében, és erre igazából minden okuk is megvan, hiszen a HTC-nek nincs egy ilyen olyan mértékű hasznos történelme, mint mondjuk a Nokia-nak, vagy akár az Ericssonnak, akinek már nincsen történelme, ugye legalábbis mobiltelefongyártás szempontjából, hanem ők egy viszonylag friss banda, olyan szempontból, hogy nem olyan régóta vannak saját márkával jelen a piacon, de már elég régóta ahhoz, hogy igazából az okostelefon felhasználók döntő többsége tudja, hogy mi az a HTC, és hát ők
minden erejükkel azon vannak, hogy ők egy prémium márkának tűnjenek kívülről, és hát belülről is nyilvánvalóan, és ezért aztán ezek a HTC termékek általában nem olcsók, általában ha a konkrét hardveres tudást nézzük az árcédulához mérten, akkor picit drágábbak, mint mondjuk egy akár egy Sony vagy egy Samsung, de nagyon sok olyan plusz van egy HTC telefonban, amit a egyéb gyártók nem, vagy csak korlátozottan tudnak megadni. Ugye a HTC Sense felhasználói felületet például lehet említeni mind ilyen dolgot, de a Beats Audio hangkeltő berendezések is ugye a HTC készülékeből vannak, és még lehetne sorolni azokat a kis apróságokat, amik ilyen HTC oriented dolgok, de a lényeg az, hogy most a One SV érkezett hozzánk, és a One SV pedig ugye a One S-nek és a One inkább a One S-nek valamiféle testvére, de azért attól jelentősen eltér. Nagyon sokat tépem a számat, ami mindig akkor történik, hogyha egyedül ülök itt, mert úgy érzem, hogy feltétlenül folyamatos beszéddel ki kell töltsem az adásidőt, amelyet nyilvánvalóan valamelyest így is van, de azért olyannyira ne, hogy nem akarok itt elszaladni nagyon felesleges beszédbe. Úgyhogy átkapcsolom a kamerát, és megmutatom, hogy mit tud a doboz. Na, hölgyeim és uraim, ez a dobozunk. Kicsit messzebbre megyünk kamerailag, hogy még pont beleférjen. Ez egy klasszikus HTC doboz, ugye ezeknek mostanában az a jellemzőjük, hogy egy ilyen sima papírral vannak átkötve. Ezt ugye le tudom szedni valamilyen irányba, másikba inkább róla, és akkor egy tök fehér, teljesen sallangmentes doboz. Itt ült a telefon, ami mondjuk már ugye nincsen benne. Van némi nagyon kínai használati útmutató, hiszen ez ugye onnan jött, és itt a papír cucc alatt ki nem bontott tartozékok vannak, de elmondom nektek, hogy ez egy kínai töltőfej, de nyilván nekünk majd magyar, illetve európai lesz. Van egy standard micro USB kábelünk ebben az acsiban, itt pedig egy teljesen hagyományos füles üldögél, amihez van felvevő gomb is, de nem agybadugós, tehát egy kicsit ilyen szokásosabb jellegű kialakítás. Úgyhogy ennyi a doboz, nem több, nincsen benne memóriakártya, bőrtok, stb. De azt hiszem, hogy ezt most meg lehet bocsájtani a HTC-nek. A lényeg úgyis maga a készülék, amire viszont jobban ráközelítek, hogy láthassátok. És, na hát az a helyzet, hogy ez a telefon, ez elég jól néz ki. Nem tudom mennyire jön át videón, de ez olyan szempontból egy egyedi darab, hogy az előlap, bár szemből ugye itt is, meg itt is, lent is és fönt is lekerékített formákkal bír, ennek ellenére mégis van egy szögletes jellemzője is, mégpedig az, hogy az oldalsó élhez a kijelző felülete nagyon éles szögben kapcsolódik, tehát itt vagy egy, mint hogyha késsel vágták volna körbe az előlapot, tehát egy ilyen nagyon markáns éle van oldalt a készüléknek. A hátlap viszont a HTC-re jellemző puha műanyagból készült, ez egy nagyon sejmes tapintású finom anyag, elég jó hatásokkal gyűjti a szennyeződéseket, de azok könnyen el is távolozhatóak róla, tehát ez egy nagyon kellemes kézbe venni ezt a készüléket, nem túlságosan vastag, sőt inkább vékonynak mondanám, abszolút sallangmentes, nagyon elegáns, és ugye nem csak feketében, hanem fehérben is létezik ez az eszköz egyébként. Mi direkt a feketét kértük, hiszen az egyrészt ezen a fehér asztalon jobban látszik, másrészt pedig fotózni is könnyebb, úgyhogy ezért van nálunk a fekete, ami valószínűleg egy ilyen komorabb hangvételű dolog, de akinek az a vágy, hogy fehérbe vegye meg fogja tudni tenni. Na, ami fontos és amivel el kell kezdjük a dolgot, ez egy 4,3 incses kijelző, Super LCD 2-es panel, ami azt jelenti, hogy nagyon jól látható napfényben is, elég jó a fényerőssége, és a betekintési szögével sem lesz semmi problémánk. Ha feloldom így a kijelzőt is elkezdem forgatni, akkor látjátok, hogy nem invertálódnak a színek semmilyen irányból nézve, nagyon kellemes tényleg a kijelzőnek a teljesítménye. Viszont csak 480x800 pixeles, tehát egy VVG felbontású kijelző van a dolgunk, ami azért csalódás picit, mert ugyanekkor a méretben a One S ugye egy 540x960-as megjelenítőt kapott, ami hát azt jelenti, hogy a One SV-ben ez mindenképpen egy visszalépésnek tekinthető. A három érintőgombot azt szerintem nem kell bemutatni senkinek, aki már látott Android telefont, vissza Home és a feladatkezelő úrik fel, itt fönn van egy másodlagos kameránk, ami 1,4 megapixeles, illetve van egy hangszóró rács itt egészen fölül, ezzel
Ez jól néz ki egyébként, nekem ezzel annyi gondom van, hogy ez ugye egy mélyedés, és ide a szennyeződés, illetve a por elég könnyen bejön, és az csak ilyen fülpiszkálóval lehet úgy Isten igazából kitisztítani, és ebben a sarokban ott néha talán meg is villan zölden, van egy állapot jelző LED, ez ugye zölden villog akkor, hogyha valami eseményről akar minket tájékoztatni, most esetünkben e-mailek, illetve a Foursquare becsekkolás van, és aznak az indikátora van itt. Illetőleg ez narancsárgás pirosan világít akkor, hogyha töltjük, és ugyanebben a színben villog, hogyha már nagyon merül, tehát ezekről ad tájékoztatást a készülék. Oldalt itt csak a hangerő szabályozó gombokat láthatjuk, ezt igen, már ráfokuszált a kamera frankon, tehát ennyi az egész, a másik oldal teljesen sima, itt nincsen semmi kitüremkedés, betüremkedés, felül van a jack csatlakozó ott, illetve a kamera, illetve a kijelző feloldó és lezáró billentyűje emit, alul pedig micro USB csatlakozót találunk, a hátlapon pedig itt látjátok egy 5 megapixeles kamera, egy LED-es villanóval együtt található, alul pedig ezen a lukacsos felületen áramlik ki a hang, ugye a Beats Audio felirat megvan, 4G felirat megvan, és ez egy olyan kevés hátizi egyike, aminek a hátlapja letéphető körömmel, és ebben az esetben feltárul ugye a belső rész, egy micro SD, illetve egy micro SIM foglalat bújik elő, illetve egy 1800 mAh teljesítményű litium-ion telep, ami nagyobb teljesítményű, mint a Vanesben levő telep, és ugye az litium-polimer, ez meg litium-ion. Én megmondom őszintén, hogy viszonylag intenzív használattal egy másfél napot tudtam belőle kicsiholni, ami szerintem egy átlagnak felel meg, tehát nem akarom nagyon rossznak minősíteni, nyilván ennél lehetne több is, de legalább ez a telep cserélhető, tehát hogyha nagyon sokszor vagyunk olyan, nem tudjuk tölteni, akkor érdemes venni egy másik aksit, és akkor megvannak oldva a problémák, legalábbis a problémák egy része. Na, akkor eddig ennyit a külsőről. Gorilla Glass 2, ezt szerintem nem mondtam el, Gorilla Glass 2 védi az egész előlapot, tehát nem csak a kijelző területét, hanem az egy darab ilyen üveg vagy plexilap alatt van az egész előlap úgy, ahogy van, ettől is tűnik annyira elegánsnak. És ami még talán fontos, hogy mi van a burkolat alatt, mert ez egy olyan hardware, amivel még nem találkoztunk eddig, ugyanis egy Snapdragon S4 Plus kategóriájú Qualcomm processzor van benne, egy 1,2 GHz-re van skálázva, Adreno 305-ös GPU társul hozzá, látom, hogy elég sokszor elveszíti a fókusz a szerencsétlen kamera, mert nem tud mire fókuszálni. Tehát egy Adreno 305-ös GPU van benne, 1 GB-os RAM, és gyári állapotban 8 GB-nyi háttértárunk van, ebből azért elég sok mindent elfoglalnak a szenszel kapcsolatos dolgot, de egy olyan 6,5-7 gigát simán fel tudunk használni, tehát ez a belső tárhely, ugye ez a microSD-vel lehet bővíteni. No, azt mondja, hogy ez a processzor, ami ebben a masinában van, ez igazából még sehol nem volt, és a netes forrásaim alapján ezt a processzort 2013-ban akarta a Qualcomm piacra dobni, hogy a HTC egy kicsit megsürgette őket valószínűleg, és ebben az eszközben debütál a Qualcommnak ez a soca, vagy System on a chipje, nem is tudom ezt hogy lehetne szépen mondani magyarul. A lényeg az, hogy ez egy két magos processzor, 1 és 1,2 GHz között skálázhat, ugye a HTC a maximumot választotta, illetőleg ami fontos és amiért ezt választotta a HTC, hogy ez a Qualcommnak egy olyan két magos 28 nanométeres csíkszélességgel készülő processzora, amely tartalmaz LTE modemet is, tehát ami alkalmasá teszi a készüléket arra, hogy 4G hálózatokon tudjon működni, úgyhogy ezért van ez a processzor benne, és igazából ez nem is egy rossz proci, már olyan szempontból nem, hogy a szintetikus sebességteszteken igen jó eredményt ér el, hát nyilván a 4 magasakat nem tudja megközelíteni, de azért az Antutu-ban levő 10.000 pont az mondjuk egészen kellemes, és limpekben jön ki igazán az ereje a cuccnak, ami ténylegesen a nyers számítási teljesítményt mutatja. Limpekben gyakorlatilag bármelyik két magos gépet leverte benchmarkokban, de ez majd a tesztben úgyis táblázatszerűen benne lesz, tehát ott majd meg lehet nézni az eredményeket. Mindenesetre azt kell mondjam, hogy ez egy gyors hardware, ez egy gyors processzor, és ennek megfelelően a rendszer, amit működik, az is nagyon gyors. Na most, a helyzet az, hogy a mi tesztkészülékünkön 4.0-as Android van, ezt mindjárt mutatom, hogy itt írja is nekünk. Hopp, rossz helyre. Bocsánat. Itt. Tehát ez egy 4.04-es Android, és 4.1-es Sense van rajta. Most az a helyzet, hogy úgy tudom, hogy talán már a
piac, Magyarországon piacra körül modellőben talán már 4.1-es lesz, bár igazság szerint sok forrás ír 4.0-át, sok forrás ír 4.1-et, ez még egy 4.0-as verzió, ami nálam van, reméljük, hogy ténylegesen nagyon hamarosan frissíthető lesz 4.1-re, és akkor nem lesz különösebb problémája vele senkinek, bár így sem hiszem, hogy olyan nagyon sok gond lenne vele, teljesen jól működik a mindennapokban ez a készülék is, tehát tényleg semmi extra hibája nincsen. Nálam már több hete van, én a karácsonyt ezzel végigtoltam meg a szilvesztert, navigáltam vele, sokat fotóztam, videókat készítettem, sokat telefonáltam nyilván, folyamatosan jönnek rá az e-mailek, tehát alapvetően tényleg használatban van a kütyű, tele van pakolva most már játékokkal, hogy valamivel én is el tudjam tölteni az időt, ha esetleg vécére kell mennem, ami azért előfordul minden emberrel, és semmi baja, tehát hogy nem fagy le, nem volt force close, tehát nem zárogatta be az alkalmazásokat, tök jól működik, nagyon jó a hangminőséget, tök tisztán hallottam benne mindenkit, arra se panaszkodtak, hogy engem nem hallanának esetleg, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy össze van rakva, minőségi benyomást kelt, nagyon barátságos, kellemes készülék első pillanatra a Van SV, és ez hosszasabb használat esetén sem fordulát ellenszembe vagy rossz érzésbe. Ez egy jól használható telefon. Én szerintem 4,3 incses kijelző az a határ, amit még ugye egy kézzel majdnem minden, illetve minden sarkát konkrétan átérem, úgyhogy nem kell különösebb Rodolfos bűvészmutatványokat bemutatni ahhoz, hogy mondjuk a státuszbárt lehúzhassam, vagy a menübe belelépjek, tehát ilyen szempontból teljesen rendben van. Na, extra szoftverek tekintetében, hát most tele vagyok extra szoftverekkel, de elmondom, mi volt rajta gyárilag. Ami biztos, hogy rajta volt, az egy Dropbox kliens, hiszen a HTC és a Dropbox nagyon jóban vannak. Ha több kész számítógépre is feltelepítjük a klienst, és még csinálunk vele egy pár dolgot, akkor plusz 23 gigányi helyet kapunk, ami ugye ez nem megvetendő. A Dr. I az a bizonyos angol-kínai szótár, ezt talán nem fogom bemutatni. És ezen kívül van ugye zseblámpánk, amit már minden HTC telefonról ismertek. Van FM rádió, ami a füles becsatlakoztatása után működtethető. A Friendstreamben ugye a különböző Facebookos, Twitteres és egyéb helyekről származó információk jönnek be ömlesztve. A galéria az, ami. A Gmail, a Google+, a Local, a Latitude, ezeket talán nem kell bemutatnom. Van nekünk Mapsünk természetesen, a Mirror, ami ugye magyarul tükör, az annyit csinál, hogy bekapcsolja a belső vagy a felülnézeti kamerát, nagyon hasznos dolog, én nem is tudom, hogy tudtam enélkül meglenni eddig, és szerintem, amit elmulasztottam, és most mindenképpen megteszem, hogy a kijelzőnek a fényerejét azt automatán hagytam, de ezt most feltolom csutkára, hogy mindenki lássa jól, hogy mit zsonglőrködöm vele. Tehát ilyen szempontból nincsen gond, azt mondja, hogy akkor az a Mirror megvolt. A Rescue az egy LogMeIn fejlesztésű technikai segítségnyújtás, én gondolom őszintén nem próbáltam, hogy mennyire működik. A Polaris Office teljes verziós, azaz új dokumentumokat is tudunk szerkeszteni. Ezt meg is mutatom ezzel a ebben a formában. Ugye itt Word, Excel és PowerPoint is létrehozható. Van SoundHound, van részvényárfolyam. Task Manager külön, a Show Me-be olyan videók vannak, amik megmutatják a készülék különböző képességeit. A Teeter az egy régi HTC játék, ami már minden HTC-n fönt van. Van egy TuneIn rádió, ami már régi. A Voice Recorder szerintem nem kell mutatni, a Weather szintén ismerős. Úgyhogy nagyjából ez a szoftveres kínálat. Én szerintem az első körben elég. Ami nekem hiányzik, az egy fájl kezelő, de azt ugye nyilvánvalóan minden további nélkül a Markitról, a Play áruházról rá lehet telepíteni. Na most tartok egy szusszanásnyi szünetet, és megnézem, hogy jöttek-e menet közben kérdések. Elég sok információt átadtam rövid időn belül, szerintem. Azt mondja, hogy... Jó, ára tudunk már, igen tudunk, ezt el is mondtam. Gorilla Glassot elmondtam, a maximum fényerőt azóta föltettem. Kellemes volt használni, igen. A kijelző felbontás valóban egy picit vékonyka. Azt mondja, hogy zavarja a wifi erősséget, hogyha lefogom a kezemmel. Hát megmondom őszintén, nagyon sokat wifizek, mert hogy otthon én automatikusan wifin vagyok, és ezért gyakorlatilag bármikor a kezem van a telefon, az wifi, de
Látjátok, itt is fullos a wifi jelerősség itt a stúdióban, és hát próbálom lefogni minden módszerrel, de az jelerősséget semmire nem befolyásolja. Aki ennél jobban lefogja a készülékét, és még úgy akarja használni, az szerintem retardált, úgyhogy nem befolyásra, nem nagyon lehet befolyásolni a jelerősséget a telefon megfogdosásával. A kamerával mindjárt foglalkozunk külön. Erősebb játékokat viszonylag jól futtat, az előlapi kamera 1,4 megapixeles, szerintem mondtam. És akkor nézzük azt, hogy mit tud ez a készülék kamerában, és itt jönnek az igazán lényeges részek, mert itt van egy-két okosság. Na, el is indítom a kamerát. Most ugye sötétet láttuk, mert ő is sötétet lát, ez mindegy, nem számít. A vakut lehet kibe kapcsolgatni, ez nem nagy művészet, egy picit fordítva vagyunk, így. Itt vannak effektek, amikkel lehet mindenféle trükköket létrehozni. Hát ezzel így el lehet játszani, egynek jó, annyira engem nem hatott meg, és itt jönnek elő a beállítások, ahol ugye lehet a felbontáson variálni, a videó felbontás, ami Full HD is lehet, van izóállítási lehetőség, fehér egyensúly állítási lehetőség, van sorozatfotózás, ezt mindjárt megmutatom. Ezen kívül lehet kérni arcfelismerést, mosolyfotózást, szélesvászú felvételeket, erre van állítva gyárilag, illetőleg, ami lényegesebb, hogy itt lehet még az expozíció korrekciót, a kontrasztot, a szaturációt és az élességet is babrálni, tehát elég sokféle módot lehet. Ha pedig ezt megnyomom, akkor ugye látjátok, hogy van HDR mód, panorámafotózás, egy csomó ilyen gyárilag beállított beállítás, környezeti beállítás, és a slow motion videó, azaz lassított videó felvételi lehetőség, ami nagyon patent egyébként, erre is mutatok példát. Na, akkor most fotózok valamit gyorsan. Hát, mit fotózok? A kezem lesz. Nagyon izgalmas, gondolom mindenki be van indulva. Így néz ki a sorozat felvétel. Ez 30-at csinálhat, de van egy limit, hogy 20-nál álljon meg, és utána a sok kezem közül ki kell választani, hogy melyik lett a legjobb. Hát annyi hibája van a történetnek, hogy csak az elsőnél van vaku, az összes többinél semmi nincsen. Itt ki tudom választani, hogy mely képeket szeretném törölni a sorozatból, hogy megtartsuk a legjobbat. Én szerintem ez a legjobb. És ezeket ki is törlöm a bánatba. Úgyhogy ez a sorozatfelvétel. A videónál pedig úgy van, hogy ez is forduljon vissza nekem normál állásba. Már is kezdte fölvenni, hogy automatikusan indul, hogy megnyomom, és aztán veszi, ameddig veszi, de ha slow motion-t választok, akkor egészen patent kis felvételeket lehet csinálni, és erre szeretnék mutatni pár példát nektek, mert persze, hogy ökörködtem vele. Itt vannak a videók, fordítsuk így. Na, például, amit meg szeretnék mutatni, az egy kiváló performance, amit a szerkesztőségben adok elő. Kicsit ráközelítsek, hogy lássa mindenki, miről szól a slow motion. Íme! Ez a slow motion, én itt ugrottam egyet, nem tudom, ez így mennyire látható, és aztán még nyújtaszkodok, hogy ugrok még egyet, hogy egyértelmű legyen, hogy mire jó ez a slow motion. Tehát így ezt tudja. Most annyi hátránya van a dolognak, egyébként lehet itt más okosságokat is, mutatok vízcseppeset, mert olyat is csináltam. Ilyen, ezt ugye hát egy mosogatóban sikerült, megalkottam ezt a videót. Tehát, hogy ezzel jól le lehet szórakozni, egy probléma van, hogy ilyenkor a felbontás természetesen kisebb lesz. 768x464 pixel lesz így a felbontás, ami mindig az élvezhető kategóriába tartozik, és kis fantáziával egészen jó pofa dolgokat lehet csinálni. Ha viszont már videó, akkor meg kell mondjam, hogy nagyon örültem annak az apróságnak, hogy ez gyakorlatilag bármit visszajátszik, amit lehet csinálni. Ez ugye egy Full HD videó, amit mi csináltunk. Ez abszolút, ez az 1080p-s videó, minden röccenés nélkül működik, és hát igazából a 720p-s videóval sincsen sok gond, mert azt is tökéletesen visszajátsza, tehát minden gond nélkül bele tudok tekerni, abszolút gyors az egész, úgyhogy videó felvétel és lejátszás tekintetében helytálló a masina, és mutat olyan dolgokat, amik ritkaságnak számítanak. Ami viszont sajnos szomorú, és ezt miután holnap szeretném a tesztet kirakni, és ezért már fotóztam vele rendkívül sokat, hogy sajnos a fotók minősége az nem hozza azt, ami elvárható lenne
egy ilyen kategóriás telefontól. Van rengeteg fotóm, ugye látjátok, ennyi fotót csináltam, itt volt a karácsony, lehetett a családhoz fotózni orba szájba, de főleg orba, és hát azzal vannak gondok, most nyilván nem egy családhoz fogok mutatni, hanem mutatok nektek egy bevásárlóközpontos felvételt. Ez itt kijelzőn tök frankon néz ki, tehát ez azt mondod, hogy ez jó, de az a baj, hogyha az ember kicsit ránagyít, akkor nem tudom, mennyire jön át a videón, de elképesztő módon zajos. Tehát én még nagyon rég nem láttam ilyen szintű zajosságú cuccot. Mondom ezt úgy, hogy ilyen környezetben is azt tapasztaltam, hogy rettenetesen zajos, nagyon darabos a kép, szétesnek a pixelek, és hiába találja el mondjuk az eget, meg az árnyékot jól az optika, tehát hogy így a dinamika tartványa egész jó, meg a színek is rendben vannak, fotók 100%-os nagyításban és 5 megapixelnél azért ez ténylegesen számít, sajnos rosszak, szörnyűek. Tehát ezen remélem, hogy csiszolnak még, mostani állapotában tragikus, amit fotózás tekintetében tud nyújtani az eszköz, és ez nagy szívfájdalom és nagy szomorúságom nekem, mert közben videó tekintetében viszont tök jó. Azt mondja, hogy akartok még valamit multimédia kapcsán, vagy elég részletes voltam, remélem igen. Mindjárt megnézem, hogy vannak-e kérdéseitek. Azt mondja, hogy dön-dön-dön-dön, mennyire melegszik a telefon? Alig. Az 5 hüvelykes telefonokon nem gyívántok véleményt. Én nagyon nem szeretem. És más kérdés egyelőre nem jött. Na, akkor viszont jön az úgynevezett böngésző. Itt vagyunk. És menjünk akkor a mobil arénára. És hogyha wifi-n vagyunk, nem 4G-n, de ettől függetlenül ennek így kéne szaladni ennek a dolognak. Mindjárt összeszedünk magát remélhetőleg az eszköz. Ennél azért mindig gyorsabb, úgyhogy lehet, hogy most nem a telefonnal van gond, hanem a site nem akarja az igazságot, akkor egy oligót hívnék be inkább, vagy a wifi-nk döglődik kicsit, de remélhetőleg jó lesz, mindjárt böngészési élményt is kaptok. Jó, itt vannak a... Van itt teljes verzió? Igen, van. Átmegyünk teljesre. És akkor fogjátok látni, hogy a böngésző tök jó, tehát hogy abszolút a görítési sebességgel semmi gond nincsen, a nagyítás tök gyors, eléggé gyorsan kirendereli a dolgokat, szóval hogy az ilyen szempontból állat, nincs ezzel semmi probléma a világon. Én nagyon sokat neteztem az elmúlt pár hétben, hiszen ha az ember valahol van, akkor úgyis ezt használja. Hopp, na most viszont jaj, itt van. Csak betördelte, akkor a méretre, amekkorára kell. Tehát, hogy ez szerintem ez így rendben van. Szóval ezzel igazából ebben nem lehet belekötni. És ami a lényeg, hogy ugye van ebben 4G, itt van hátra, rá van írva. Na most 4G-ről azt kell tudni, hogy officially, tehát hivatalosan a készülék 100 megabit per szekundumos letöltési sebességet érhet el optimális hálózati paraméterek esetén, és ennek a felével tud felfelé tölteni, 50 megabittel. Ez nem nagyon fog összejönni mindig, mi a T-mobil hálózatot mérjük néha, és az egy olyan jó esetben 60-nal jön le, és egy olyan 45-50-nel megy föl, ami azért nem rossz mobil hálózattól. Viszont az a kérdés nyilván, hogy mi a bánat értem volna egy ekkora 4,3 incses VVG-a kijelzőbe 4G-s modemet tenni, mert nagyon nagy különbséget, igazából semmekkora különbséget nem fogsz érezni akkor, hogyha a telefonon böngészel. Az 5, 6, 7, 8 megabit per szekundumos HDP a kapcsolattal is, de még az 1-2 megabit per szekundummal is a weboldalak bőven elég tempóval lejönnek akkor, hogyha a telefon egyébként képes azt ugyanekkor a tempóval megjeleníteni, vagy most 100 megabittel jön le egy weboldal, vagy csak 5-tel, ez igazából a felhasználó élmény szempontjából nagyon marginális eltérést eredményez, tehát ilyen szempont tök értelmetlen. Mondhatnád, hogy milyen tök jó, mert ha felveszel valamit videóra és fel akarod küldeni a Facebookra, akkor az a több megás, több 10, 15, 20, 30 megás fájl, amit te fölvettél, az a gyorsabban fölmegy, és ez így is van, de hát igazából most így szerintem senki nem ül ott és így számolja a százalékokat, miközben töltődnek fel a tartalmai bármilyen webes felületre.
Tehát ilyen szempontból ezt sem érzem egy olyan key selling pointnak, ami mindenképp eladná ezt a telefont. De akkor erre természetesen mondhatod azt, hogy hát kapcsoljuk benne a Wi-Fi router funkciót, és akkor egy 4G-s modemünk van, ami számítógép használatával már meg tudja mutatni igaz érejét, és ebben abszolút igaza van bárkinek, aki erre szeretné használni ezt a készüléket, csak arra kell felhívni a figyelmet, hogy nagyon ritka, ha egyáltalán van, az olyan előfizetéshez vagy prepaid konstrukcióhoz vásárolható opcionális net szolgáltatás Magyarországon, SIM-kártyához kötve, ami nincsen iszonyat pici adatátvitelbe beleszorítva, tehát mondjuk veszek csak egy 5 gigás csomagot a készülékemhez, ezt egy 4G sebességgel, hát nem az, hogy egy nap alatt le tudom harcolni, hanem gyakorlatilag pár óra alatt teljesen csutkára ki tudom meríteni, ami azt jelzi, hogy a szolgáltatók még tarifa szempontjából nem készültek fel arra, hogy emberek a 4G hálózatot nem csak stickkel, azaz ilyen USB izével akarják használni, hanem esetleg telefonba is egy olyan előfizetéses kártyát tesznek, amihez igényük van arra, hogy opcióként egy legalább 10, de inkább 20, 40, 60 gigás netes előfizetést vásároljanak. Erre még így egyelőre nincsen példa, úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy a 4G miatt ezt felesleges erre pénzt áldozni, ha egyébként a készülék más képességei miatt nem kerül célkeresztbe, mert igazából a One S ugyanezt tudja, sőt, hát ugye a kamerában fotózás szempontjából többet is, illetve kijelzőfelbontás szempontjából is többet tud. Tehát ilyen szempontból nem látom az értelmet annak, hogy okvetlenül szükségünk lenne egy 4G-s HTC-re, de ha már benne van, akkor nyilván ne vegyék ki, ez abszolút érthető. No, megnézem a... Ja igen, majd még az ennélről mindjárt beszélek, csak megnézem a hozzászólásokat. Azt mondja, hogy... A térerő azért ugrál ilyen baromira, mert egy szuterénben vagyunk, ami hát nem kedvez a jel erősségnek. Azt mondja, hogy... memóriakártya tudtommal nem lesz az európai dobozban. A 4G nem csak Budapesten működik, a Telenornak már több városban is van, de a T-Mobilnak is. A böngetés akkor megvolt. És akkor, ami még fontos, hogy zene, igenis rá is kérdeztetek. Na azt kell mondjam, hogy zeneileg nagyon frankó a cucc. Ugye van egy ilyen HTC zenelejátszó, tele mindenféle zenékkel. És így néz ki. Annyit lehet csinálni, hogy fel lehet csavarni a hangerőt. Ez egész jó, de azt hozzá kell tennem, hogy nagy hangerősség mellett torzít már a hátsó hangszóró. Itt a menüben pedig ugye lehet az enhancert piszkálni, de ez csak akkor hagyja, hogyha be van dugva egy füles. Ezt én bedugtam, most nem hoztam ide a stúdióba át, de ilyenkor a Beats Audio-t lehet kibekapcsolni, és ennyi. Tehát vagy kikapcsolod, vagy bekapcsolod, ennyi tud az enhancer. Ez olyan szempontból nem baj, hogy ha bekapcsolod, akkor az nagyon érezhető. Tehát egészen másképp szól Beats Audio-val, mint anélkül. Azt is mondhatnám, hogy kicsit túl vannak benne húzva a mélyek. Igazából nem mondom, hogy egy nagyon nagy képességű fülessel próbálgattam, hanem egy közepesen szar fülest használtam, de ez egy ilyen 70%-os hangerő fölött abszolút élvezhetetlenné vált, mert annyira betorzította a Beats Audio a fülest, hogy torz lett az egész zene. Úgyhogy nyilván egy jobb fülessel a Beats Audio is jobban bemutatja a képességeit, de igazából azt tudom mondani, hogy zeneileg egyébként a telefon úgy rendben van. Tehát hátsó hangszor is egész jól szól, egy normális fülessel pedig tényleg meg tudja mutatni az igazi erejét, és akkor aztán hát mindenképpen jobb, mint egy átlagos telefon, sőt, hát igazából az élmezőnybe tenném így, bár nem vagyok egy nagyon vágyfülű ember, de még a bot füllel is ki lehetnek hallgatóak ezek a különbségek. No, azt hiszem, hogy hirtelen ennyit mondanék. Most megnézem, vannak-e kérdések. Jó, azt mondja, hogy a navigáció hangutasításos-e? Hát ez igen, van benne olyan, sőt még a Waze is tudja, ami Waze egyébként. Tehát, hogy ebbe tudok úgy keresni, hogy navigálás, és ide be tudom mondani a címet. Tehát igen, van ilyen megoldás. A 4G jobban meríti az aksit. Nyilván valamivel igen, mert magasabb frekvencián üzemel, de nem számottevő. A aksi hogy bírja? Hát, mint mondtam, másfél-két napot mondanék rá egy ilyen átlag felhasználás mellett. De ez nyilván nagyon sok mindentől függ, ugye nekem állandóan mindenféle dolgok jönnek be netes kapcsolat segítségével.
És most visszakapcsolok a fejemre szerintem. Az ez. No, szóval az van, hogy, hogy jó ez a VSV, tényleg kellemes. Kicsit lejjebb kéne menni az árának. Én azt gondolom, hogy 80 ezer forint körül ez egy ajánlott termék lenne. Mostani 91 néhány ezer forintos árával viszont nem érzem annyira versenyképesnek, hiszen bár a kamera videózási szempontból tud egy-két újdonságot, de képminőségben, fotós képminőségben egyelőre messze az elvárások alatt teljesít. A VVG a kijelző egy picit ciki ebben az árkategóriában, hiába Super LCD 2-es technológia és Gorilla Glass 2 borítja. A 4G képesség az pedig egyelőre szerintem nem egy olyan érv a telefon mellett, ami miatt okvetlenül ezt kéne vásárolni, hiszen nem hiszem, hogy bárki jobban ki tudná használni, mint mondjuk a sima HDPI-t. Van benne NFC, ezt talán nem mondtam, és azt sem említettem, hogy a GPS modul, én nagyon sokat navigáltam vele az elmúlt időszakban, és hogy a GPS modul kifejezetten jó, nagyon jól tartja a jelet, és nagyon hamar talál pozíciót, ami mindenképpen örömteli. Az akkumulátor egy OneS-nél egy picivel talán acélosabb, ami mindenképpen egy pozitív fejlemény. Nagyon szép a készülék, tehát tényleg ahogy kinéz, ahogy megfogod és érzed, hogy ez nagyon össze van rakva, nagyon jó kézben tartani, nem csúszik ki, finom a hátlap, ilyen szempontból a top kategória minőségben ez a készülék, mind anyag használatban, mind összeszerelését tekintve. De tipikus HTC, ha ezt szabad mondani. De úgy annyira, tehát nem volt az az érzésem, hogy na ez tényleg az, ami nagyon megéri az árát. Ez egy jól sikerült telefon, magas áron kezd szerintem a OneS-hez képest. Ha egy picit bezuhan, akkor jó vétel is lehet. Pont a 4G az szerintem nem egy olyan nagy valami, ami miatt meg kéne venni. A kamerán pedig mindenképpen kell csiszolni, mert hogyha a HTC a videós képességekre ennyire rágyúrt, akkor külön szégyen, hogy a fotós vonal az ilyen bénára sikeredett. No, megnézem, van-e még kérdés. Azt mondja, hogy... egy mondatban elmondom, mi az NFC. Kis hatótávolságú adatátviteli szabvány, ami mobil fizetést és egyéb apróságokat tesz lehetővé. Jó, azt mondja, hogy... körülbelül azt hiszem ennyi, más kérdést nem nagyon látok tőletek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Na igen, itt azért vannak egy pár kérdések. Várható ez évben Windows 8-as táblagép? Hát ezt most nem szeretném megjósolni, egyébként szerintem igen. És mikor lesz a következő adás és mi lesz benne? Hát ez az tipikusan az, ami így évelején egy picit necces, mert igazából egy gramnyi tesztkészülék nincs a szerkesztőségben, ez az utolsó, amit le tudunk teszteni, és holnap megy róla anyag, illetve van még egy Prestige telefon, ami még talán héten megjelenik írásos formában, de hogy hétfőn, ha kéne mobilon a tévét csinálni, mit teszünk bele, nem tudom, úgyhogy lehet, hogy nem lesz mobilon a tévé hétfőn, mert nem tudom mit bemutatni, viszont megígérem, hogy amint bejön valamilyen eszköz, ami számottevő érdeklődésre tart számot, akkor azt instant betesszük tévébe, és meg fogjátok tudni látni, és erről nyilvánvalóan hírt is adunk majd. No, azt hiszem, hogy így 40 percnyi adás idő után elköszönök tőletek, örülök, hogy az év első adását velem töltöttétek, számomra ez egy nagy megtiszteltetés, találkozzunk legközelebb, ami nem tudom mikor lesz, de igyekszünk minél hamarabb, addig is hát kellemes hétvégét, és jó szilveszteri kihozanodást kívánok mindenkinek. Sziasztok!